Ez a koronavírus helyzet, ami most kialakult körülöttünk ez év elején, nyilván új kihívásokat támasztott elénk, amelyeknek meg kellett felelnünk, mind, mint cég, mind munkahely, illetve mind, mint a közösség, Debrecen közösség része. És akkor döntött úgy a Grampert SA tulajdonosa, hogy azokban a városokban, ahol termelő üzemei vannak, felajánl egy olyan lehetőséget az önkormányzatnak, illetve az egyetemnek, amely során segítséget nyújt a koronavírus elleni védekezésben. Ennek az adománynak a része ez a berendezés, amely koronavírus tesztek elemzését végzi. Ehhez a berendezéshez adományozunk 1000 darab tesztet indulásként, illetve hogy az önkormányzat kezelésében lévő cégek vagy maga az önkormányzat munkáját segítsük a védekezésben, ehhez ajánlottunk még föl 6000 darab maszkot, amely bízom benne, hogy segít abban, hogy megfelelő módon tudjon az önkormányzat segíteni a lakosoknak. Egy példátlan méretű és veszélyességű járvány árnyékolja be mindennapjainkat. A koronavírus veszélyhelyzet meghatároz minden közbeszédet, minden témát ma Magyarországon és a világban egyaránt. És ez a példátlan járvány az én itteni debreceni tapasztalatom szerint egy példátlan méretű összefogást hívott életre. Jó érzés azt megtapasztalni, hogy a járvány elleni küzdelemben a döntéshozók nincsenek egyedül, hanem nagyon erős támogatás áll mögöttük. A támogatás az kézzelfogható. Egyrészt életre hívtuk néhány héttel ezelőtt a Debrecen Városi Segélyalapot, amely a koronavírus veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe jutott családokat, magánszemélyeket hivatott támogatni, és ezen az alapon keresztül sorra érkeznek a pénzbeli és természetbeli adományok. És azért vagyunk most itt, hogy átvegyünk egy olyan ajándékot, amely a védekezés és a gyógykezelés szempontjából rendkívül nagy jelentőséggel bír. Nyilván az ország egyik legfelkészültebb, legjobb infrastruktúrával rendelkező egészségügyi központjában vagyunk, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában, de nem jelenti ez azt, hogy a segítség, a támogatás, a jó szándék az ne lenne fontos és ne lenne szükséges számunkra. Ezért vettük örömmel a Grampet Kft. Felajánlását, érezvén azt, hogy ők is velünk vannak, igyekeznek segíteni a saját eszközeikkel és gáláns felajánlásukkal a járványveszély elleni védekezést és az egészségügyi nehézségek leküzdését. Néhány hónappal ezelőtt én magam is találkoztam itt Debrecenben a cég tulajdonosával, ugye a Grampetről. Érdemes azt elmondani, hogy egy több évtizedes debreceni tradicionális iparág életben tartója és működtetője, a debreceni vagongyárat működtetik, több mint 260 embernek adnak munkát, és hát mondhatom azt, hogy talán közös érdek az, hogy a járványveszélyt megfelelően tudjuk kezelni, hiszen minden munkavállaló számára fontos a munkahelye, és minden munkáltató számára fontos a munkavállaló és a munkahelyek megőrzése, csak úgy, ahogy az önkormányzatnak, és ezeket a célokat, a munkahelyek megőrzését, a munkavállalók egészségének védelmét megfelelő megelőzésre koncentráló döntésekkel és megfelelő eszközökkel tudjuk elérni. Debrecen az első szakaszát a koronavírus veszélyhelyzetnek meglehetősen eredményesen zárta, hiszen ha pontosak az információim, akkor jelenleg nem is kezelünk betegeket most bent a egészségügyi létesítményekben, intézményekben. Ugye hosszabb ideje, most már hetek óta nem változott a megyében a regisztrált koronavírusos betegek száma, 23 ez a szám látható a megye rubrikájában, most már hosszabb ideje, amely örömteli számomra. Ez a műszer ugye antitesteket mutat ki, tehát a PCR vizsgálat mellett egy utólagos védekezési mechanizmus mutat ki a vizsgáltaknak a szervezetében. Én azt gondolom, hogy egy egyetem számára a betegellátásban való aktív részvétel mellett ez a tudomány számára is fontos lesz, és hát köszönjük szépen, hogy ránk gondolt
az adományozó és a város is, és hát a maszkokat is köszönjük. Én is azt gondolom, hogy Hajdú-Bihar megye szerencsés helyzetben van, hiszen ez a 23-as szám, amit polgármester úr említett, a lakosság arányosan a megyét az országban az első helyre teszi jelen pillanatban, tehát itt a legkevesebb a lakosság arányos fertőzöttek száma. Ami az kell, hogy gondoljuk, hogy a korai reakciónak is ez eredménye, hiszen mind Debrecen városa, mind a betegellátó intézmények, mind a megyei városok elég korán reagáltak a helyzetre és a kormány felhívásaira. Úgyhogy bízunk benne, hogy a továbbiakban is így marad ez, bízunk benne, hogy az ősszel is a megjelenő betegségekkel, és nem tudjuk, hogy a koronavírussal is meg kell küzdenünk, de ha meg kell, akkor ugyanilyen összefogással fogjuk tenni, ahogy eddig is tettük. És itt szeretném megköszönni a jelenlegi adományt is, és mindazoknak, akik eddig is adományoztak, hiszen 100 millió forint környéki az a pénzbeli és tárgybeli adomány, ami az egyetemi adományok között van.